Szevasztok, srácok! Egy kis termékteszt. Mutatnám. Lángolni fog a Némo. Lángolni fog a dobozos. Ez kérlek szépen titeket egy világítós kipufogó vég. Emellettleg ott van benne egy kis lámpa. Egy ilyen elég érdekes szín, ilyen pirosas, de is jön egy ilyen kékes-zöldes árnyalata, és ilyen tökre tükrös az egész. Azért, mert nitro. A nitro lesz. A zöldes-kékes, igen. Úgyhogy ilyen furcsaság van benne, ami elvileg használ világít, és akkor így ilyen tunnel szett. Szóval egyébként más kocsira akartuk tenni, de semmelyik más kocsira nem tudjuk feltenni. Meg a dízel füstöl, úgyhogy elvileg jobban fog kinézni. Meglátjuk. Viszont hol a kis krova? Valahol itt a... Figyelj, simán egyszerűen, egyébként itt vannak simán a karmok, rátoljuk, és elvileg annyi. Nem egy bonyolult, plusz még valahonnan kell neki áramot szerezni, amit mi úgy gondoljuk, hogy egy külön aksival majd vagy a BMW-ből kiszedjük, vagy a BMW-ből kiszedjük. Szóval azt az aksit arra fogjuk rákötni, aztán valahogy nagyjából úgy megoldjuk. Kiskrova. De jó a nagy is, hallod? A kicsi az tovább ugrik ki. Jelenleg az hiszem szétesett. Termékteszt következik a termékteszben. Ugyanis kaptunk egy lámpát is. A Gear Best-ről. Hó, imádja a Bencének a pupillája. Eléggé kiég. Kösz. Ez a lámpa fog elkísérni minket a közeljövőben mindenhova. Tudunk majd legalább mutatni vele nektek belső felvételeket kocsiról, amikor mondjátok, hogy sötét, nem tele. Nem, arra lesz más. Ez csak szerelőlámpa. Jó, ez csak szerelőlámpa lesz, jó. De nagyon jó. Lehet róla, telefont is tudunk róla tölteni. Lehet redugni USB-t, úgyhogy igazából tök király. Ja, sima USB, meg mini USB-je van. És ilyen speckó aksia van, amiből nekünk most csak egy van benne, de lehet hozzávenni többet, és akkor még tovább bírja. Na, erre valahogy nem tudom, hogy fogjuk látni igazából. Lehet, hogy csak majd egy jó nagy kábelt oda teszünk, azt belet majd így fogja, vagy nem tudom. Azt cikszalagozzuk. Csinál cikszalag cső? Hát lehet ezt kultúráltabban is megoldani, ha gondolod. Jó. Igazából csak teszt nektek, nyilván ezt előre elmondom, hogy nem így kell ezt bekötni, tehát nem ez a hivatalos bekötés. De mi így fogjuk most. Te tudjuk, hogy a videó végén le is szedjük. Igen, mert ez csak tényleg tesztre van, ez tényleg csak így poén. Menő tuner cucc. Schnitzert látsz valahol? Schnitzert. Itt szokott lenni a Schnitzer. Itt nem szokott ekkora kupi lenni, Bence, itt szép rendet szoktál tartani. Tudom, csak éppen most szét van minden robbantva. Hát ja, a BMW-nál már jól. Annak kéne pár ajtó. Na, ez ajtó van, zárunk. Zárnincs. Ez ilyen szarrel szigetelt, vágod? Ja, ezt mutattad be? Hogy mink van? Akartok ilyet? Ilyet a kommentben akartok ilyet, akkor gyártunk még. Nem tudom, mennyibe kerül. De majd kitalálunk rá valami árat. Ilyen 3004, nem 3, hát valami 3000 valamennyiért kaptuk, vettem. Akkor 10000 alatt nem adjuk. Nem. Viccelek. Bekapcsol neked a pixel lámpát? Bekapcsolhatod, akár. De már kész. Na, és vajon melyik a plusz-minusz? Egyébként lehet, hogy le van merülve az aksin. Ennyire, hogy ezt ne nézzél meg. Aha. Ennyire nem merülhet le. De merül. Viszettük az enyémből az aksit, már Bencé nem ment. Hát nem tudtuk feltölteni. Nem. Valamiért a töltő az nem az igaz. Tudod, ki használta utoljára? Máté. A töltőt? Aha. Szerintem én biztos vetetnék fel egy másikat. Máté! Már csak azért is, hogy nem jött le most. De amúgy nem értem, hogy miért nem tölt, de... Mert az apája tönkretette. Fura. Mindegy. Hát ja, emiatt most kiszedtük Bennetnek az aksiát. A kéket és a feketét szeretném. Kéket és a feketét szeretném? Igen. Így? Igen. Jó, akkor ezt a kettőt levágom, mert ez nem kell ide. Mert azt mondta, hogy csak szikszalagozzunk, úgyhogy...
akkor én maradok annál, cikk szalagozzunk. Remélem. Hát én nem érzem azt, hogy ez forrozgatik ide. Remélem, jó lesz. Ne a kezem? Ne a kezem, légy szíves. Egyszer, kösz. Jó, akkor most... Kis minden egy veletet folyunk rá? Biztos, ami tuti? Ketté, a legalsó legalja. Itt? Ott, aha. Biztos, ami tuti? Kis minden egy veletet vághat neki, nem? Én is kösz, vág ketté. Közepe. Nem közepe. Vagy igen? Úgy. Ja, jó lesz, jó lesz. Aztán megbeszéljük a sörjesen egymás között. Jó lesz. Na, ne, úristen, nem kell ennyire lent. Akkor, hogyha mondjuk... Igen. Igen. Olé! Na, de szerintem még egy kicsit vágjunk, hogy legyen helye a kábelnek, nem? Ez így tök jó. Jó, akkor mi kell neked? Igazából szikszalag, megint. Nem, azt majd kint rá szikszalagozunk, de a szikszalagot hozd. Hol raktad? Ide, akkor hozom én. Hozom ezt. Bekapcsolom a lábát. Hozz az aksit. Némon kulcs. Az nem kell, így is rátesszük. Nem, első körben tegyük rá kipufogót, én azt mondom. Az nem hoztunk ki semmit. Tessék. Nem. Aha. Hoppika. Hagyjuk már rajta a fotelodnak. Kiégtek, srácok, kiégtek. És jön itt mosógép, szerviz. Minden. Háztartási gép. Nézzétek, hogy húzza a Bence. Júj, de ügyes! Oda-vissza! Szerintem ez már sose jön le. Na nehogy átjuk azzal a kipufogót. Hallod, ez fotika lett. Jó, szupi. Ez jobb lett, mint bármi. Hallják meg, testvérem. Hoppá! Csak tudod, mi a baj? Na mi? Az, hogy nem akkor kezd el majd világítani, amikor beindítod. Hát a lámpára lenne kötve, akkor nyilván csak akkapnáramot, ha be van indítva már. Hát igen, mert ezt alapesetben úgy találták ki, hogy arra teszed. Vagy esetleg külön kapcsolóval be lehet kötni azért. Úristen, de mekkora kell lennél. Hát azért... De mész? Jó lesz az így. Na. Vannak itt kincsek, Bence, a kocsiba? Kincsek? Hát figyelj, itt minden van. Itt minden. Az a baj, most a turbót nem tudom, hogy hol van, de van egy ilyen turbószerű cucc. Full úgy néz ki, mint egy turbó. És mire való? A mosógépbe. Ajjajjaj! Megjött Bennett! Azért az elég bitong. Szerintem ez a szikszalag, ez semmi nem ragadna oda. De az a vicc, hogy ez eddig jó volt, csak a hideg miatt nem. És azon gondolkodom, mivel tudnánk oda tenni, hanem ezzel. Ott lesz ez. Ott lesz? Persze, mert most ott van. Igen? És az első kanyarnál leesik. Az igen. Kikészülök. Már is. Nyitom a kaput. De mi fénye van, hallod? Érzed, ahogy a turbó köpi a lángokat? Még nem annyira, de mindig be is kiderül. Na figyelj! Elnézzünk, visszanézzünk, és lángol! Hallod, hogy sírsz! Srácok, ha van komoly eszköz, na, akkor ez az! Látok, még a tükörben is látszik. Az nem a féklámpa, hanem az így. Ez nagyon komoly. Ez megint ilyen, mi a szar? Érzed a lovakat? Zzzzong! Várjál be! Ez végig padló, mióta fölfele jövünk. Azt a kurva. Kéne rá egy hagymás chips. Állj meg és kiszállok, megnézem. Én is nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy bemelegettünk. Ha esetleg valaki ilyet föltesz és elmegy egy tuningtanára, akkor milyen feelinget érezhet? Mi az a feeling, ami átjön, amikor megállsz egy tuningtanára a sok lerakott autó mellett? Beállsz, érted? Aha, hát van egy szép lámpánk, de igazából nem. Hogyan lépsz neki jó? Hogyan lépsz neki jó? Igen, aha, lépj meg, de most én is kíváncsi vagyok rá.
Durván, mennyi ilyen 2500 környékébe kerül ez a csoda? Nézd például, hagyd csinálj egy képet. Egy vadképet? Várjál, szólok a majd. Kicsit azt hittem, jobb lesz. Hát, ebből semmit nem lehetettek, az biztos. Úristennel indult. Aki mögötted jön, az igazából egyetlen egy dolgot gondol. Az, hogy menj a pitlibe. Mert kibaszhatunk. Nagyon kivilágítod a másik szemét. Igen. Nagyon. Annyira izé? Nagyon erős. Azt hinném pedig, hogy lefele világít nagyja, nem? Nem. Azt amúgy látom, hogy nagyjából konkrétan, tehát amikor megnyomom a féklámpát, akkor a féklámpa szerintem gyengébb. Ez biztos. Nem? Ugye? Biztosan, nagyon erős. Ha jól látom, nagyjából csak innen nézel. És szerintem egyébként ez is van, mert túl erős a fény. Nagyon levilágít a földre, vagy az egész megvilágítja, és én nem hiszed el azt, hogy úgy értékelni. Mert kicsit nem úgy égne, tudod, kicsit finomabban égne szerintem, és tényleg csak a füstöt világítanám meg, de így akkorát világít, mint egy lámpa. Mi lenne, a kéken világítana? Mint a nitró. Azt szerintem túlmű lenne. Meg igazából az egész nem tudom, nem jó. Lehet, hogy tényleg akkor, hogyha jobban füstölne, vagy benzines lenne, de ez egy pont semmi. Kipróbáljuk a golfodat? Ja, de hogy próbáljuk? Átteszünk ennek az aksiát, hogy nincs kedv. Nem tudjuk az enyémet felheggeszteni, úgyhogy itt tudjak vele menni. Hekkelni, nem is felheggeszteni. Ja, igen, mert tényleg az... Na, a lényeg az, hogy hány tunnel, 10-ből hány tunneljóska pontot adnál neki? Hány tunneljóska pontot adnék? Hány tunneljóska pontot adnál neki? Hát igazából, ha úgy tunneljóska pontozzuk, akkor ez egy 10-es, tehát ez ilyen alapfelszereltség. Akkor muszáj, de ez ilyen alapfelszereltség, ez kötelező a kocsira. Ha tunneljóska akarsz lenni, ezt muszáj megvenned. Én azt gondolom, én egy hétnél többet nem adnék rá. De miért? Mert nem. Nem hiszem el azt, hogy ez tényleg láng. Nem tűnik úgy, hogy de azért láng. Jó, azért adom a 10-est, mert ez teljes mértékben. Nem, a 10-es akkor lenne, hogyha az arra a szetre, hogy valóban lángokat köp a kipufogó mellől, na arra 11-et adok. Hogy az lenne a menő, mert hogy akkor úgy... Erre egy hétnél többet nem tudok adni. Ja, mert te úgy gondolod, hogy az átverésekből a jó. Tehát, hogy miért, mint hogy mit hát, hogy legalább higgyem el, vagy valami. Ja. Ez nem néz ki jól. Én ebből nem adok egy hétnél több pontot neki. Jó, hát hogyha ebből indulunk ki, akkor én sem adok 10-est. Mennyibe kerül ez ebay-en? 2500 környéke. Uh-huh. Mint egy sima kipufogó vég, igazából. Azok is kb. Ennyibe vannak. Ez tudja, még mindig szépen világít. Hát hogy mennyire, hogy mennyire tartós egyébként, azt nem tudom. Mennyire lenne tartós, hogy mikor ég ki. Mert ebben nem cserélsz izzót, azt tuti. Meg hogy mikor rázik be. Meg hogy igen. Na, menjünk haza, amíg hazafel lángoljunk egyet. Lángoljunk még egy vadállatot. Ja, hát, srácok, kíváncsi vagyok majd nektek mennyire tetszett. Írjátok le, hány tunneljóska pontot adnátok rá. Mérések, ha már itt tartunk az eddigiekre, azokat hogy pontoznád? Hát az elektromos turbo, az 10-ből 9. 9? Miért? Mi az az egy pont, ami még hiányzik? Be lehetett volna azt, hogy kötni valahogy, hogy tényleg gázadásra reagáljon? Persze, az a szarság az azért van, hogy teszed a pedálhoz. Hát figyelj, akkor bocsánat, akkor 10-ből 10. 10-ből 10. Akkor 10-ből 10. Mi volt még, ami ilyesmi? Milyen tunnel, a kis ilyen féklámpa-szerű a követési távolság jelző, az ilyen plusz féklámpa, lézer, cucc. Ugye abban beszéltük, hogy abban van valami, vannak ilyen koponyás volt a miénk? A milyen koponyás, ott abban csillag, volt abban ilyen vonal, volt az most ez egy 5, nem annyira jó nem dolog. Nem egy extra. Turbopipe. Hát azért amikor visszadúrogott a BMW, az elég menő hang volt. Ilyen furcsa. Vágod, megvan. Hát figyelj, az egy 8. Élőben te azt nem hallottad. Nem. Az nagy hiba. Az egy 8. Ja, az mi volt még? Még volt, meg lesz is még. Ilyenek, ezek voltak az ilyen fő igazából. Hát ezek voltak a legjóskábbak, de volt még ugye egy-két dolog. A vághatűveglap. Ja, hát, na jó, hát az egy... Jó, az meg nem jóska, az inkább már tényleg gagyi, de még jóskára sem megveszhetném. Igen, az egy ilyen...
az akkor Jóska, ha úgy repettem, töröttem, fölragasztod a kocsidra, akkor Jóska, de amúgy meg nem tudtad, nem volt jó semmire. Ez tényleg az arra volt jó, hogy a műhelyedben, hogyha valamit akartál nézni, tükörszerűséget, és valamit nem tudom, nem értem, valamit nézni akartál, arra talál jó, de amúgy... Most lehet vágni. Na jó van. Na jó. Továbbiakban pontozzunk, szerintem az nagyon fontos. Szerintem is. Hogyha van még esetleg ilyen ötletetek, akkor azt küldjétek. Küldjétek és mi leteszteljük. Tényleg, szerintem bármit, tényleg. Van még valami ilyen egyébként? Most erre tartsoljunk valamilyen jóskás? Vannak mindenféle ilyen marhaság, van egy csomó. Mit kéne? Otthon is azért E2, ami van már most itt nálunk, az is abból is az E2 kicsit ilyen jóskaszerű. Szóval ott ment egy ilyen négy. És ilyen négyecske. Ellángoljuk? Ellángoljuk. Mit szólna, ha? Mert jó, odaállnánk így az M4 mellé. Menjünk haza. Sziasztok! Csá, csá!